nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Kevés ideje marad a Zöldváros projekt kivitelezőjének. Testületi ülés Tolnán. Új intézményvezetőket keres az önkormányzat. Folyamatosan dolgoznak a kutatómentők. Tavaly közel 500 esethez vonultak a szekszárdi önkéntesek. Rotary jótékonysági bál, a fiatalokat támogatják a befolyt összegből. Tavasszal kezdődhetnek el Szekszárdon a Zöldváros nevű település rehabilitációs program kiviteli munkái. Ezzel kapcsolatban most döntöttek a megyei jogú város közgyűlésének tagjai. A fejlesztések komoly időbeli csúszásban vannak. A kormánypárt frakcióvezetője, a jegyző és az aljegyző szerint ez főként az éjjel Szekszárd frakciónak köszönhető. Mi tartott idáig? Mindössze 4 hónapja marad majd a kivitelezőnek arra, hogy elkezdje és befejezze Szekszárdon tavasszal a Zöldváros projektet. Ezzel kapcsolatban fejezte ki aggodalmát Rácz Zoltán, az ÉSZ frakció képviselője a legutóbbi közgyűlésen. Én nem értem egyébként, nem is értettem a problémát, hogy miért nem... Mi lehet ezzel a probléma? Tehát csinálni kellene ezt a munkát hónaptól kezdve, nagyon gyorsan, és amit lehet elkezdeni. A munka, amit gyorsan el kell végezni, 41 darab rossz állapotú fa kivágása, ahhoz, hogy a kivitelező majd felvonulhasson a zeneiskolától a Fasorig tartó szakaszra. Szekszárd aljegyzője viszont az ÉSZ képviselőjének kérdésére azt mondta, a 2017 óta futó projekt éppen ő miattuk van 1,5 éves csúszásban. Az ÉSZ kezdeményezésére ugyanis a beruházást újra gondolták 2020-ban. Ők parkolóházat szerettek volna a belvárosba, valamint karbonsemleges épületet terveztek kialakítani a Mikes utcában. Ez az aljegyző szerint 1,5 éves csúszást okozott. 2020. januárjában elkészült az első tervezői közbeszerzés, míg a parkolóház, illetve a karbonsemleges ház kialakítása miatti újratervezés révén 21 júliusában jutott el a tervezés abba a fázisba, hogy közbeszerzést lehessen kírni. Tehát lényegében 1,5 év eltelt úgy, hogy nem jutott előrébb a projekt semmivel. Emiatt végül az eredeti koncepciónak csak részletei valósulhatnak meg idén. 1,5 év után odáig jutottak, hogy igazából az eredeti műszaki tartalomra, tehát parkolóház nélkül valósulja meg a projekt, de akkor már újra megint ki kellett írni a tervezésre a közbeszerzést, ez kiírásra került, tehát ugyanott álltak, mint 2020 januárjában, amikor átvették az irányítást a városban. A Zöldváros projekt célja, hogy teljesen megújuljon a Tolnai megyeszékelyen a zeneiskola és a buszpályaudvar közötti szakasz. A beruházások során átalakítják például a Babits Mihály Kulturális Központ előtti városrészt, valamint a Luther teret is. A program a tervek szerint idén tavasszal lép a kivitelezés fázisába, és 4 hónap alatt át is kell adni a fejlesztéseket. Olyan szinten az addigi előkészített ütemezést felborították, hogy ebből már nagyon nehéz volt kijönni. Hozzáteszem, minden nagyon sokáig tart, én se igazán értem, ennél előbb szerintem meg kellett volna tenni. Az utolsó pillanatban döntöttünk azért, és egyhangulag döntött a közgyűlés, ez mindenki pozitív, hogy az egyhangú döntés alapján megpróbáljuk, hogy 4 hónap alatti kivitelezésre írjuk ki a pályázatot. Reméljük, hogy lesz olyan kivitelezők, ekkora volumennel tud dolgozni, ennyi helyen dolgozik egyszerűen nagy a felület. A Zöldváros projekttel kapcsolatban szerettük volna a közgyűlésen Bomba Gábort, az ilyen Szekszárd frakció vezetőjét is megkérdezni. Ő viszont az ülés végét nem várta meg, közben távozott onnan. Magyarországon keresztül érkezik majd a földgáz és az elektromos áram Azerbajdzsánból Európába. Ezt Orbán Viktor mondta. Hazánk ennek az új helyzetnek is a nyertese lesz, fogalmazott a magyar miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, azért emelték az együttműködés szintjét Azerbajdzsánnal, mert mindkét ország jól látja, hogy nem csak Európa, hanem a vele kapcsolatban álló térségek is a veszélyek korába léptek. Ha önök ránéznek a térképre, akkor láthatják, hogy mind a földgáz, mind a villamos energia, mely Azerbajdzsánból érkezik, Magyarországon kell, hogy keresztül haladjon. Ezért Magyarország ennek az új helyzetnek is nyertese lesz. Persze elsősorban Azerbajdzsán értékelődik föl, de mint szállítási útvonal Magyarország súlya is megnő.
és örülünk annak, hogy Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás részévé válik az európai energiaellátás szempontjából. Új intézményvezetőket keres a Tolnai Önkormányzat a helyi kulturális központ, illetve az áprilisban induló bölcsöde élére, illetve a településen élő fiatalok támogatásáról is döntött a városvezetés a legutóbbi testületi ülésen. Ismét összeült Tolnaváros képviselőtestülete, a település vezetése több a lakosságot érintő napirendi pontot is megtárgyalt, például, hogy továbbra is lesz ösztöndíj pályázat a felsőoktatásban tanuló helyi fiataloknak. 2-2 millió forintot határoztunk meg szemeszterenként, tehát erre pályázhatnak a jó teljesítményt nyel bíró diákok. Annyi féket tettünk most ebbe bele, hogy egy diák maximum 200 ezer forintot kaphat egy szemeszterre, hiszen hogyha csak hárman jelentkeznek, akkor a 2 millió forintot értelemszerűen, hogyha el akarnák költeni a bizottság vagy a képviselőtestület, akkor ennél egy jelentősen magas összege. Döntés született arról is, hogy a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárba, illetve a hamarosan induló városi bölcsödébe igazgatói pozícióba hirdet állást az önkormányzat. Az egyik intézményünknél, a Tolnai Kulturális Központnál és Könyvtárnál lejár az igazgató mandátuma, egyébként nyugdíjba is megy, és oda hirdettünk meg egy álláshelyet, várjuk a jelentkezőket, és sajnos az újonnan nyíló bölcsöde igazgatói pályázata nem volt sikeres, tehát az egyetlen jelentkező, aki megfelelt a jogszabályi feltételeknek, itt azért nagyon szigorú jogszabályi feltételek vannak, egyetlen egy volt, és ő visszalépett. A polgármester bízik abban, hogy lesz olyan jelentkező, aki megfelelő szakmai programmal, az iskolai végzettségeit igazolva megpályázza az állást, és a városvezetés kinevezheti az új intézmény vezetőjének, hiszen csak akkor tud elindulni áprilisban a Tolnai bölcsöde. Többféle eszközzel segíti a kormány a hazai munkaerő mobilitását, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Comba Sándor emlékeztetett, hogy duplájára emelik a munkába járás kedvezményes költségtérítését, az új intézkedés összességében több százezer dolgozó életét könnyítheti meg. A munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében rendelkezésre állnak különböző lakhatási támogatások, és a tervek szerint folytatják a munkásszállások építésének támogatását is, miután a betöltetlen álláshelyek döntően nem ott vannak, ahol nagy számban találhatóak munkanélküliek, jelezte. Több mint 3 millió tavalyi éves országos és megyei autópálya matrica érvényessége járt le kedden éjfélkor, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató. Ismertették, hogy a 2023-as éves országos és megyei matricákból 2023. január 29-ig kicsivel több mint 1,3 millió darab fogyott, ami a 2022-es éves matrica mennyiség kevesebb, mint a fele. Ez azt is jelenti, hogy a tavalyi évre vásárolt éves vinyetta mennyisége 56%-át még nem vették meg, a közlekedők tették hozzá. Az úthasználati díjfizetéshez kapcsolódó mentességek és kedvezmények megújítása szempontjából is fontos határidő a január 31-e. Eddig kell benyújtani az igénybe vételhez szükséges kérelmet a közlekedési igazgatási hatósághoz, vagy a belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkársághoz. Több mint 40 alkalommal vonultak főként eltűnt idős emberek felkutatására tavaly a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai. Az önkéntesek jól kiképzett keresőkutyákkal dolgoznak, akikkel folyamatosan gyakorlatoznak. Most viszont nincsenek könnyű helyzetben, a gazdasági nehézségek őket is elérték. Ezért idén minden korábbinál fontosabb nekik az 1%-os felajánlás. Egy gyors szaglászás, és indul a keresőkutya. Néhány száz méterrel arrébb, és mindössze pár perccel később pedig meg is találta az előre elrejtett nyomot. A Szekszárdi Kutatómentő Egyesület folyamatosan tréningezi ezeket a speciális feladatokra kiképzett ebeket, és ők maguk is egész évben gyakorlatoznak. Munkájuk pedig bár civilként a saját szabadidejüket felhasználva ellentérítés nélkül végzik, így is szép számmal akad minden esztendőben. 2022-ben az Egyesületünk 41 alkalommal kapott felkérést, javarészt idős
demens eltűnt személyek keresésére, illetve sajnos egyre több volt látható volt az emelkedés a szuicid hallangú személyek eltűnése ügyében. Ezen kívül több alkalommal vettünk részt vízben eltűnt, elhunyt személyek keresésében. A kutatómentők három kereső kutyával dolgoznak, az állatok kiképzése évekig tart. Tevékenységük hatékonyságát mutatja, hogy tavaly egy nemzetközi minősítést szereztek meg, amivel felkérés alapján a világ bármely részén, akár természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Most még sincsenek könnyű helyzetben, a nehéz gazdasági helyzet miatt ugyanis több korábbi támogatójukra nem számíthatnak. Ezért idén különösen fontosak nekik a személyi jövedelemadóból felajánlható, civil szervezeteknek adományozható 1%-ok. Megmondom őszintén, most jelenleg a túlélésre koncentrálunk, hogy arra meglegyen a működésre, az alapvető működésre a költségünk. Egyetlen egy dologban kívánunk most fejleszteni, az pedig a társaságnak, az egész tagságnak az egészségügyi képzése, illetve az egészségügyi felszerelése. Ez egy eddig is voltak képzéseink, de egy picit szürke folt volt nálunk, és most erre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, és ehhez szükséges eszközöket szeretnénk beszerezni. A Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai a rendőrséggel szorosan együttműködve dolgoznak. Ugyanakkor azt kérik, ha például valakinek eltűnik egy idős rokona, ne csak a hatóságot, hanem őket is keressék fel telefonon, akkor ugyanis a lehető leggyorsabban tudnak intézkedni. Ismét vásárol olyan kutyákat a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. Ezúttal kereső és járőr kutyákra is szüksége van a szervezetnek. 10 hónapostól 3 évesig jöhetnek szóba az egészséges kutyusok. Gazdáik február 17-ig e-mailben küldhetnek ajánlatot a vásárra. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező csippel ellátott ebeket várnak. Járőr kutyának kizárólag német juhászkutya fajtájú nagytestű kanebeket keresnek, a kereső kutyáknál ivarra, fajtára való vonatkozási megkötés nincs. Az Európai Unióban egyedül Magyarországon működik a kontinentális összevetésben is kiemelten fejlett és több pilléren nyugvó mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, amely számos helyzetben képes segítséget nyújtani a gazdálkodóknak, mondta Nagy István agrárminiszter, az országos jégkármérséklő rendszer legjobb generátor kezelőinek járó díj átadó rendezvényén kedden. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a 2014-2020 közötti időszakban a vidékfejlesztési program keretében az Agrárminisztérium támogatásával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinációjában épült ki az országos jégkármérséklő rendszer. Kifejtette, a rendszer üzemeltetői munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy éves szinten több 10 milliárd forint kárt előzzünk meg az agráriumban. A szakemberek nem pusztán a mezőgazdasági értékeket, hanem a lakossági vagy ipari létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is óvják. Hosszú kihagyás után újra jótékonysági estet tartott a Szekszárdi Rotary Klub. A bálon csaknem 120 fő vett részt. Az esemény belépő díjából befolyó összeget a szervezet karitatív célokra fordítja, ilyen például a tehetséges fiatalok támogatása is. Budapestről és több vidéki városból is érkeztek társegyesületek a Szekszárdi Rotary Klub jótékonysági bájára, így több mint 120-an vettek részt az utoljára 2 évvel ezelőtt megtartott rendezvényen. Szoros munka van most a szervezésben, mindenki a lemaradást próbálja bepótolni. Ugye a 2 év kihagyás után nekünk is muszáj volt egy kicsit élénkülni, egy kicsit megmozgatni az embereket, és hát sikerült összejönnünk. Még bizonytalan volt a helyszín is, mert ugye nagyon sok vendéglátóhely bezárt. Szekszárdon is eléggé bizonytalanak voltak, hogy hol rendezzük meg. Az eseménynek végül az egyik helyi borászat adott otthont. A csoport a Tolnai Vármegyeszékhely életében aktív szerepet tölt be. 2022-ben 2 darab kerékpár szervizpontot helyeztek el a városban, emellett az önkormányzattal közösen fát is ültettek. A mostani bál belépő díja egyébként a klub jótékonysági projektjeinek megvalósítását szolgálja. A szervezet idén is különös gondot fordít a tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalokra.
Az adventi időszakban nagyon eredményesen végeztük a forradbolt árusítást. Ez az egyik forrása annak, hogy kiket tudunk támogatni, a másik pedig a báli bevétel, mert ugye ebből bevétel is van, többletbevétel, nem csak a saját fogyasztásunkat fedezi ez, és ez mind ifjúsági célokat támogatunk, arra használjuk ezeket a pénzeket fel. Több terve is van a jövőre nézve a Rotary új vezetőjének, azonban más egyesületekhez hasonlóan nehéz időszakon van túl a szervezet. Programjaink megvalósítása is nagyon sok nehézségbe ütközött, amelyet igyekeztünk jó szervezéssel, önfeláldozással úgy áthidalni, hogy azért ne maradjanak el a programok, meg tudjuk tartani. Talán ami a egyik sajnos nem jól teljesített program, a külföldi kapcsolatok, azok nagyon leálltak, hisz nem csak mi, hanem a külföldi partnereink sem voltak erre fogadókésnek, de bízunk benne, hogy ez az idei esztendőben meg fog változni. A klub egyébként idén ünnepli a 25. évfordulóját, így egy nagyobb volumenű eseményt is szerveznek a nyár folyamán. Regionális híreink következnek. Beázik az óvoda, megoldást várnak a szülők, akár költözhet is a pécsi intézmény az állapotok miatt. Posták újranyitása Pécsen, 3 hivatalt támogat az önkormányzat. Sváb disznóvágás Pogányban, a hagyományok megőrzése a cél. Beázik a pécsi Anikó utcai óvoda. Az esővíz sokszor a gyerekekre csöpög, panaszkodták a szülők, akik megoldást várnak az intézmény gondjaira. Most úgy tűnik, az önkormányzat keresi a megoldást, kérdés azonban, hogy az óvodásokat a régi vagy egy másik épületben fogadják majd. Ez az Anikó utcai óvoda, ahol beázásról, gyerekekre csöpögő vízről panaszkodnak a szülők. Az önkormányzattól várnak megoldást, hogy megfelelő körülmények közé kerülhessenek a gyerekek. Égető a helyzet, hogy mielőbb az önkormányzat megoldást találjon arra, hogy az Anikó utcai óvodában lévő gyerekek és az ott dolgozók azok méltó körülmények között tudjanak a továbbiakban elhelyezésre kerülni, illetve dolgozni. Ugye nem véletlen, hogy az előző városvezetés idején az egyik legnemesebb projektünk az az óvoda felújítási program volt, amelynek keretében több mint egy tucat óvoda és bölcsőde újulhatott meg, ez több mint 2 milliárd forint összegben. A frakcióvezető azt mondja, kereste az ügyben a városvezetői oldalt. Arról tájékoztatták, hogy keresik a megoldást, és még ebben az évben rendeződni fog a helyzet. Azonban kérdés, hogy maradhatnak-e az eredeti épületben az óvodások az Anikó utcában. Nekem azt mondták, amikor rákérdeztem, hogy menthető-e a régi óvoda épület, akkor szakértőkre hivatkozva arról tájékoztattak, hogy valószínűleg nem, tehát költöznie kell az óvodának. Na, itt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy lehetőleg a legközelebbi épületbe tudjanak átköltözni. Ugye ez a szomszédos volt Anikó utcai iskolának az alsó szintje, ez jelenleg üresen áll. Ezt lehetne átalakítani úgy, hogy megfeleljen a kicsiknek és az óvoda dolgozóinak, mondja az önkormányzati képviselő. Kerestük a baloldali városvezetést is, hogy milyen megoldás várható az ügyben. Kedre ígértek választ. Újra nyithat 3 postahivatal Pécsen, miután az önkormányzat támogatja a működésüket. Erről a város közgyűlése döntött legutóbb. A polgári oldal politikusa szerint több hivatalt is ki lehetne nyitni. Erre igény van az olyan városrészekben, ahol több idős ember él. Postahivatal a pécsi I. és Gyula úton. Ez az egyik olyan létesítmény, amelynek újranyitásához, illetve a napi költségeihez hozzájárul a helyi önkormányzat. A januári közgyűlésen döntöttek erről. Kővári János szerint több postahivatalt is segíthetett volna nyitva tartani az önkormányzat. Ezek mellett, amiket most a városi önkormányzat segítségével újranyitottak, azért még vannak olyanok, amiket feltétlenül jó lenne megnyitni, ezt javasoltuk is a közgyűlésen. Ilyen például a Surányi úton is, az is egy városrészi decentrum, ahol nagyon sokan ott a meccsek oldalon idősek, nyugdíjasok érték, hogy lehetőleg azt is nyissuk ki. És hát azt a régi kertvárosban szintén. Tehát
mi olyan helyeket javasoltunk még, ahol nagyon sok az idős ember. A politikus szerint lett volna fedezet a többi postahivatal üzemeltetésére is az önkormányzaton. Én értem azt is, hogy korlátozottak az önkormányzat forrásai is, bár hogyha mondjuk például a sikerdíjakat vagy fölösleges tanácsadói díjakat erre fordítanák, akkor akár az összeset újra lehetett volna nyitni, hiszen most egy-két hónapig kellene átvállalni a költségeit. Mint ismerte, a Magyar Posta döntött úgy, hogy ideiglenesen spórolási célból bezár több hivatalt az országban. Pécset 10 postai szolgáltató helyet érintett ez a döntés. A pécsi önkormányzat 3 hivatal, a Zsolnai úti, a Hírdi és az Éj és Gyula úti működéséhez járul hozzá, így azok kinyithattak. A közgyűlési döntés értelmében 2023. január 1-től 2024. június 30-áig tart a támogatási időszak, ami 154 millió forintot jelent a városi költségvetésből. Hagyományőrző sváb disznóvágást tartottak Pogányban. A cél, hogy a településen élő fiatalok is megismerjék a sváb hagyományokat. A rendezvényen a szervező hölgyek kötényt, a férfiak pedig svájci sapkát viseltek. A hagyományok azért vannak, hogy a közösség fennmaradjon. Jól tudják ezt Pogányban, ahol a német önkormányzat 1998-as megalakulása óta szervez programokat. A falusi népszokások közül talán az egyik legnépszerűbb esemény a disznóvágás. Pogányban ezt a hagyományt elevenítette fel a német közösség. Sokan jönnek a faluból is nézni, mert sokan nem ismerik, nem voltak még ilyenen. Be akarjuk mutatni azt, hogy régen hogyan készültek ezek az ételek, mi volt az, amit az emberek ettek. Úgyhogy most is készül hurka, kolbász, üstben főzzük a töltött káposztát. A sváb disznóvágást a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesülettel közösen szervezte. A technológia semmit nem változott, tehát ugyanazval a technikával, ugyanúgy csináljuk most is, mint régen csináltuk. Talán az változott, hogy akkor az ember kényszerből csinálta, mert rá volt szorulva, hogy megtermelje a mindennapi betevőt, most pedig egy kicsit szórakozás. Bent a konyhán is nagy a sürgésforgás. Még a férfiak kint a disznót dolgozzák fel, az asszonyok sütnek, főznek. A rendezvényen a szervező hölgyek kötényt, a férfiak pedig svájci sapkát viseltek. Reggelire stifolder a tavalyi vágásból, kenyérrel, aztán sütjük a májat, fokhagymással, almával, elkészülnek a ebédre a szószok, fokhagymaszósz, megyszósz, a húsleves egy másik konyhán készül, és közben idén készült egy kis belőspiritus. A sváb disznóvágás jó alkalom arra, hogy ezeket a régi szokásokat felelevenítsék és továbbadják a gyerekeknek, a fiataloknak, akik majd a remények szerint megőrzik és megtanítják ezeket az értékes hagyományokat a következő generációnak is. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon. Kevés ideje marad a Zöldváros projekt kivitelezőjének. Testületi ülés Tolnán. Új intézményvezetőket keres az önkormányzat. Folyamatosan dolgoznak a kutatómentők. Tavaly közel 500 esethez vonultak a szekszárdi önkéntesek. Rotary jótékonysági bál. A fiatalokat támogatják a befolyt összegből. Szerdán is várható átmeneti napsütés, de általában erősen felhős lesz az ég. Délelőtt csak elvétve, délután már többfelé fordulatnak elő futózáporok. Éjszaka is ugyanilyen marad időjárásunk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!